Start. Start elindult a harmadik hazai versenye, Trónörökösnek volt egy kisebb hibája az indítás megelőzően. Nagyon-nagyon erősen kezd a top favorit, She's Vivian, és remekül kezdett mellette Amy Slav. Ők ketten ére viharzanak, és ott hagyják már most a mezőnyt jó néhány hosszal. Onesis Gól, illetve Mikkel Onid revezetésével érkezik ott a csapat. A sor végén a kis hibával kezdődött, viszont hamar parírozott, és versenyben lévő Trónörökös már is próbálja faragni a hátrányát. Vezet She's Vivian méghozzá nem rossz tempóban, mögötte jó másfél összel érkezik Amy Slav. Aztán ott bent a falon Onesis Gól próbálkozik tartani pozíciát, de nem biztos, hogy ez sikerül neki, mert kívülről Mikkel Inodire igyekszik őt megelőzni, megkerülni. Aztán érkezik Ságúgy, illetve Miki kettőse, a háttérről pedig Sámuelt megelőzve most már talán Trónörökös is versenyben van. Bő egy kör van még hátra, a futamból az élen a favorit, She's Vivian, mögötte jó két osszal pedig Amy Slav. Vezethet át Dexler Dórával She's Vivian, és elég gyors tempót diktál az élen, mögötte pedig ott versenyez Amy Slav, tehát a starttól is ők jöttek el a legjobban, majd pedig Nikkel Inodire gyakorlatilag légüres térben mozogva követi őket, minthogyha egy kicsit Ságúgy fáradna. Trónörökös pedig, aki a start előtt hibázott, most azonban lábra kapott, és egyre inkább följebb találhatjuk őt, megtámadja Ságúgyot, ott a placért folytatott küzdelembe, ami viszont az élt jelenti, ott továbbra is She's Vivian vezet, és jön Nikkel Inodire, aki begyújtva a rakétákat, fölzárkozik Amy Slav mellé, és Trónörökös is küzdelembe fog érni vélhetően, amennyiben nem pukkadt ki, hiszen nagyon jelentős hátrányt kellett jóvá tennie. She's Vivian viszont vezet, az ő vezetésével érik majd el a második kanyart, mögötte Amy Slav bent a falon, de hát kívül most már jönnek a rohamok. Jönnek a rohamok, elindulni kell, feljön a második helyre, és Trónörökös is egészen szépen most már. Ott van a harmadik helyen, Amy Slav pedig teljesen megállni látszik. She's Vivian vezet, és már csak egy jó 300 méter van hátra a célig. She's Vivian, Nikkel Inodire, Trónörökös, Ságúgy, a háttérből Sámuellel próbálkoznak. Az utolsó 300 méter kezdetén még mindig vezet a favorit. She's Vivian Dexter Dórával az élen, támadja Nikkel Inodire, és középen pedig Trónörökös is. Talán még a győzelemért harcba lehet, szinte teljesen együtt érkezik majd ez a három ló az utolsó 100 méterre. Középen Nikkel Inodire útfest, hogy átveheti majd a vezetés She's Vivian-től, aki a végén egy kicsit elfárad, és Nikkel Inodire Nyári Bélával megnyeri a futamot. Trónörökös lesz mögötte a második, harmadik, She's Vivian, a negyedik helyre Ságúgy érkezik meg végül.